Hatodik alkalommal rendezték meg, amit a Szívedbe rejtesz címmel József Attila születésnapja tiszteletére a költészet napi rendezvényt, és kifejezetten a szépkorúakat szólították meg. Tavaly a Petőfi emlékév keretében volt, és ez most is egy kicsit átnyúlik, hiszen ez több hosszabb időre, úgyhogy egy kis meglepetéssel készülünk, ahol meg énekelt Petőfi dalokat fogunk hallgatni az elején. Márkus Icva magyar nóta énekes vezetésével a nótakör fellépése egy különlegesség, de többen kötetekkel a kezükben érkeznek, ők lesznek a versmondók. Mindenki elhozhatja a saját maga által kedvesnek tartott költeményét, kíváncsiak vagyunk arra is, hogy esetleg miért választotta azt a költeményt, tehát hogyha személyesen beavat bennünket ebbe, akkor ezért mindig hálás a közönség. És hát ugye nem csak Petőfi évforduló van, hanem Csokonai évforduló is van, hiszen hogyha Petőfi 200 éve született, akkor a mi névadónk Csokonai Vitéz Mihály pedig 250 éve, úgyhogy vele zárnánk a mai rendezvényt, és még itt is lesz egy meglepetés vendégem, aki szavalni fog. Árult el a könyvtáros, így minden adott egy kellemes délutánhoz a szépkorúak számára.